Most megkérem szépen az egész csapatot, hogy járuljanak az úrasztalához, mert mi a helyzet? Hát hosszú távra jöttek, és az itt egy kicsit úgy, meg vannak egy kicsit éhezve. Igen. Tehát arról szokom a kis előleget. De az előleg után nem lépünk le, megígérem én, hanem amit jöttünk, azt átadjuk. Ja, igen. Ha megengedik, akkor mehetünk. Mivel már úgy van az, hogy a vásár megtörtént, azután áldomást is kell inni. Nem? Na hát akkor... Érdje örömet, te így csapat! A Tolvajos utca és a körülálló vendégek, akik besegítettek, nagyon szívesen lássuk Önököt, és arra kérek mindenkit, hogy járuljanak az urasztalához. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétünket. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a meghívást! Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen Szabó Pistának a kezendő szavait, és ha beengedik, tehát allennál most kezdünk enni és inni. Igen. De hogy ha kezdünk enni és inni, amit akarunk produkálni, abban nem lesz semmi. Tessék, mi ide dobait levesszük, itt el kell égetni a talált a rosszat, a szívünkből kihajtsuk megint a rosszat ugyanígy, és akkor legyen az, hogy mulattunk, és a végével pedig eszünk, hiszünk. Így van. Kicsit helyet csinálunk. Kicsit át kérünk szépen, akkor jöjj a tulajdonképpen így. Valsan ki, lakodalom is. Hoztál, így is. Hogy hívjál? Dobai. 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 Dobai, ja. Jó napot! Jó napot! Úgy legyen! Vasagunk karpára fejkedtük a teret, álljátunk mi a Vignotaszó mellett. Mostani napokban nem hegyezünk zabot, hüvelyben dugunk minden éres kardot. Ki álljon ma nálunk, munyastálja meg kínol! Köszönjük a falu népe a kettős ünnepségre! A kitett mennyasszonynak és a dali vőlegénynek lesz az esküvője. Ez a semmi házi halalra lesz ítélve, valama lesz a temetése. Tekintettel, hogy a mulatsága a Gyergyő Remetályi pletykai szolgálat székhelyén zajlik, mely a falu minden pontján található kötelesek, minél hamarabb házasságot kötni, és akkor megkapják a kezbirtokosságtól a jogot és az egy karácsonyfa. Jöjjenek emberek! Lakodalom lesz itt. Izzad a vőlegény, már érzi már a vesztét. Finom, házi bort most mindkét kézzel fogjuk. Gépkocsi fertőzésre ne legyen most gondjuk. Sugár a vőlegény. Gyönyörű az arra, mint egy lipicai lónak akkora japara. Nyúljanak csak bátran a kondérba kenyékig. Nem jár ezért büntetés 3-5 évig. A fiataloknak bátor nem kell külön lakni. Kezdjék hát mostan a farsangi lakni. Lelető cseri. Hallgassodni készülő testvére, ide azért jöttetek, hogy hallgasságotokat az unió törvényei szerint megerősítsétek. Kedves Pécsi Pajus Antolábú dolog kerülő pár, tisztelt
De 80 de kosut. Mivel alkon bokron keresztül, ilyen gyönyörűen egy marsra találtatok, tehát még a nap egy pésütött. A házassági gajába hogy tudtátok? A kólyvalós fejáteket. Feleljetek néhány kérdésemre, de őszintén. Móric, elveszed-e attól gyönyörű mákvirágot, hogy egyszer kivizsgáltatod a DVC-s vírus ellen. Oda fogod-e adni a fizetésed egy tázalat? Válasz, hogy nem adok meg a bonics, annyi pénz a négyeset. Neked nem adod el. Köszönöm. Megengeded-e, hogy azért a minimálbérét beálljon a szociális csoportba, kultúr sepre. Nem, meg az annyi ideó, ne lekedj se kaluszkálj végben. Nem, már dosztam, ölegettél volna. Na jó, van most jó, menjünk. Dorottya. Dorottya. Megengeded-e Móricznak, hogy mosson főzök. Takarítson s még a kinti munkákat, és elvégezd a kedve terület. Akar, mikor éjjel nappal? Elmond! Tök! Fogadalmat teszel a férjednek, hogy hol szekeren, hol taligán, húzogálod magad után, míg a halál el nem vallott benneteket egymást. Tudod, csak a Matri. Téged egy kivitél, gózja! Biztosítod-e férjednek minden két évben gyereknevelés? Nem is akarok ezzel menni. Mindegy. Így van, úgy van. Így vagytok. Jaj, rájöttetek, én megadlak benneteket. Pálinkát. Az atyának, fiának. Összes nyepótyának. Veszek, mikor lenyomtál a kárt mellé, nem szégyelted magad? Nem. Jössz az a ide! Jó, 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 jó,